Jung László Ubival ülünk itt, aki azt mondta, hogy ne kérdezzem meg, honnan jött az Ubi név, mert hogy túl hosszú, úgyhogy ezt most megkímélek tőle. Szuper. Te hobbi BMX-es vagy, mondhatjuk így? Mondhatjuk. Na, honnan jön ez a szenvedély? Nevel apukám göndeszkás volt még annó, és ő által kezdtem el ezt az egész extrém sportvonalat. Én is még így göndeszkáztam 5-6 évig, aztán jött ez a kis BMX-es való szenvedély. Egyszer egy ilyen kis parkba láttam egy profi biciklist, és nagyon megtetszett, hogy fú, meg fa, ő nagyon-nagyon szuper. Így most már később utalak tudom, hogy ő Ivánfi Balázs volt. Ő egy ilyen magyar, elég híres, elismert profi BMX-es, jelenleg külföldön él, Amerikában biciklizik. Szuper az életem. Akkor neked is az a célod, hogy kijuss Amerikába biciklizni? Hát nem is Amerikába, de én úgy mondanám, hogy itthon ezt a sportot nem lehet profin, mármint hogy lehet profin űzni, de nagyon nehéz. Nincsenek meg a helyek hozzá. De tehát ettől függetlenül a magyarok elismerik a BMX-es tudást, ha mondhatom így. Persze, elismerik. Csak nagyon kevés magyar profi BMX-es van, aki igazán nagyon jó. De van. De van? És te konkrétan mióta foglalkozol ezzel? Hány éve körülbelül? Hát olyan 6 körül. 6 körül. És akkor már mondhatunk téged profinak? Hát én eddig amatőr szintű versenyeken indultam el, aztán idéntől már így mondták a zsűrik, hogy most már nem kéne amatőrbe elindulni, mert ez így most már elég gáz, hogy most már profiba menjek szépen, teregettek arrafelé. Úgyhogy jelenleg most már profiba BMX-ezem, következő évemet is végig profiba fogom végigbiciklizni versenyszinten. Ugye itt azért elég komoly trükköket kell megcsinálni. Nem félsz ilyenkor, hogy nem tudom, kezed, lábad töröd, vagy pont ez az, ami vonz benne? Hát saját hibámból szerintem még annyira nem törtem össze magam, inkább azt szokott előfordulni, hogy ilyen fiatalabb BMX-esek elején rohangálnak a pályán, stb. Tehát, hogy magam vonaláról én azt mondanám, hogy nem vészes. És akkor még nem is tört úgymond el semmit? Tehát, hogy komolyabb sérülésed? Voltak komolyabb sérülések, pont ez az, mikor kiugrott elém egy kis srác, akkor így sikerült a lapockámat 5 felé törni egy esés következtében. Viszont nem mentem neki a kisrácnak, de ezek simán elkerülhetőek, hogyha az ember volt bukós, és akkor ott védőfelszerelés, stb. Úgyhogy alapjáraton nem, szerintem én nem mondanám ezt egy veszélyes sportnak. És ugye említetted a védőfelszereléseket, mit gondolsz róla? Érdemes a drágába befektetni, úgymond, vagy hát térdvédő az térdvédő? Nem, térdvédő az nem térdvédő. A nagyon gyenge minőségűek azok nem jók szerintem. Szerintem inkább egy drágába. Érdemes. És amikor mondjuk eltörted ugye magadat, mondhatjuk igen, így, akkor azt se szekte kedvedet, hogy na hát én ezt nem folytatom, mert itt maradok? Hát egy kicsit lelombozott, megmondom az őszintét, én ott eléggé elgondolkodtam, hogy abba hagyom ezt a sportágat. Egy ilyen isteni sugallatnak vettem, hogy nekem itt most egy kicsit pihentetnem kell ezt a dolgot, aztán szerencsére jött egy ilyen BMX-es mozgalom, aki úgymond felkarolt engem, ez a GoForit, és nekik köszönhetem ezt, hogy újra elkezdtem biciklizni, mert megleptek engem egy külföldi úttal, egy ausztriai úttal. Itt rengeteg, egy nagy busszal mentünk, rengeteg ember volt, 50 ember, 50 biciklis ember, kivittek minket, és akkor én ezt megkaptam, ezt az utat, és ott kint egy elég magas színvonalú pályán tudtam biciklizni. Akkor konkrétan így a BMX-esek között is van egy úgymond család? Fogalmazhatok így. Ez a GoForit, az pont ez az. Ő tartja össze szerintem az egész ilyen BMX-es mozgalmat. Ők foglalkoznak a kicsikkel is. Van olyan, hogy BMX-es iskola, rendes. Suli után lehet menni ugyanúgy, mint egy foci edzésre. Mellette szerveznek ilyen táborokat nyáron. Edzőtábor. Ugyanúgy, mint a foci, vagy akármilyen sportnál. Egy rendes extrém sport, mondhatjuk. És ha már extrém, tervezel valami más, extrémebbnek mondható sportot is kipróbálni? Fú. Volt egy elég extrém sport, amit kipróbáltam, ez az ejtőernyőzés. Ezt kaptam anyukáméktól a szülinapomra egy tandemugrást. Hát ez egy leírhatatlan élmény volt. Én azóta minden szívem vágyam, hogy én egyszer még egyedül is ugorhassak egy ilyen ejtőernyővel. Hát azon komoly képzés kell, persze, hogy aztán ugorhass. Persze, és ezt végig szeretném járni. Ha nem idén, mármint ha nem jövőre, akkor azután, stb. Valamikor én ezt biztos, hogy be fogom teljesíteni ezt az álmomat, hogy én egyszer egyedül ugorjak.
A legtöbb extrém sportolóról úgy tartják, hogy adrenalin függők. Ez rád is igaz? Hát, én ezt nem is ilyen adrenalin függőségnek mondanám, inkább egy ilyen félelem való legyőzésnek. Tehát, hogy ha van egy trükk, amit tegyük fel, hogy már megtanultunk, és szeretném egy tök új helyen begyakorolni, akkor az legelőször iszonyat félelmetes, az adrenalin szint az egekben van, nagyon félek, remegek, minden bajom van. Aztán eljön az idő, hogy neki megyek, és akkor tegyük fel, épp sikerült, jobb esetben, és hát az egy leírhatatlan jó érzés. De viszont, tehát hogy én ezt úgy mondanám, hogy az egyfajta félelem, ez segít abban, hogy én kívánom, hogy ezt legyőzzem, ezt a félelmet. És mit is akartam kihozni ebből? Nem, nekem kell tudni. De hogyha mondjuk valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy én is BMX-ezni akarok, és segíts nekem, akkor mit tudsz neki átadni? Mi az, amire érdemes odafigyelni az elején? Hát az elején? Az első ugrás az nagyon nehéz, az tény. Tehát, hogy az első ugrás az félelmetes. Aztán jön egyre jobban az, hogy most már nem annyira félek, eljön még egy ugrás, még annyira már nem félek, ez az adrenalin szint, ez elkezd csökkenni. És akkor mi újra ezt az érzést szeretnénk átélni, amit akkor, hogy ugrattunk, és hú, hihetetlen volt, és akkor végre leérkeztem, minden rendben van, tökéletes, egybe vagyok. És szerintem ez az adrenalin függőség, amit lehet nevezni ebbe a sportágba. Szuper, köszönöm, hogy eljöttél, és hogyha mész mostanában versenyre, akkor sok sikert kívánunk hozzá!